Egészen elképesztő, ahova jutottunk az elmúlt 12 évben, hiszen a Békának a legkevésbé nemesebb része alatt van, bőven szintekkel a mai magyar közélet, és hát ez egészen elképesztő és egészen abszurd, hiszen egy magát nemzetinek, kereszténynek és konzervatívnak hazudó kormány kormányozza ezt az országot 12 éve, mégis nem csak az oktatás, de a közélet szintje is bőven szint alatti. És miért mondunk ilyeneket akkor, amikor 2022-ben a celebek közül sem a legokosabb Varga Irén jelentheti be miniszterelnök jelölti státuszát, illetve gyorsan csatlakozott hozzá Gáspár Győző. Ha nem lett volna elég, hogy az a Gattyán György alakított pártot és indult a 2022-es választásokon, akit pornópápaként ismertünk meg. A szomorú valóság az, hogy idáig sűjesztették a magyar társadalmat, idáig sűlyesztették a magyar közélet szintjét, és hát ha valakinek esetleg kérdés lenne, hogy a balliberális tömb szeretne ezen változtatni, vagy van-e bármilyen javaslata annak érdekében, hogy ezen hogyan kéne és hogyan lehetne változtatni, akkor a szomorú valóság az az, hogy ők kéz a kézben haladnak a fidesz karöltve a szakadék széle felé, ahol a magyar társadalmat kívánják letaszítani. A Mi Hazánk Mozgalom egyetlen politikai erőként viszont úgy gondolja, hogy nem csak a közéletnek, nem csak az oktatásnak a szintjét kell végre a normál szintre realizálni, hanem minden más is ebben az országban hiszen nem lehet már az, hogy az embereket még tovább butítsák, még tovább zűlesszék, mert hogyha technikailag előfordulhatna, hogy egy ilyen celeb, csinált celeb akár összeszedné a szükséges ajánlást ahhoz, hogy elinduljon miniszterelnök jelöltnek, a szomorú valóság az az, hogy százezeres nagyságrendben szavaznának rá, ugyanis idáig süllyeztették a magyar közélet szintjét. A Mi mozgalom egyértelműen kimondja, hogy vissza kell innen vezetni a magyar társadalmat, mert ez nem a mi útunk, és mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy amikor 2022-ben a parlamentbe bekerültünk, és ott meghatározó politikai tömbé váltunk, ezen változtassunk végérvényesen.